Dervalics Róberttel beszélgetünk. Próbáljuk majd egymás szavát hallani itt az egyre nagyobb hangzavarban. Te úsztad már át a Balatont? Férfiasan bevallom, bár balatonfélegi lakos vagyok, törzsökes balatonfélegi lakos vagyok. Mentem már át a túlsó partra, csak volt alattam egy hajó. Az úgy nagyban megkönnyíti ezt a dolgot, azt kell, hogy mondjam. Louis Armstrong show-t csináltok. Engem az érdekelne a legjobban, hogy az első pillanat, amikor rájöttél, hogy neked ez nagyon megy, az mikor volt? Hogy jöttél erre rá? Körülbelül egy 10-12 évvel ezelőtt egy ilyen gyenge próbálkozás volt egy fellépés. A kollégák mondták, hogy figyelj, van az Armstrongnak ez a nagyon-nagyon híres száma, a What a Wonderful World, talán az a number van, az a legismertebb, amit mindenhol ismernek, hogy figyelj, Robika, próbáld már meg, énekeld már el, mondom, gyerekek, hát ennek nem biztos, hogy jó vége lesz. Megpróbáltam egyszer, kétszer, háromszor, lett belőle egy nóta, két nóta, három nóta, és tulajdonképpen 10-12 év alatt egy másfél-két órás önálló Louis Armstrong show műsorra érett ez a próbálkozás. Azt tudni kell rólad, hogy nem csak zenélsz, hanem te a Magyar Honvédségnél vagy állományban, mint zászlós, ha igazam van. Igazam van? Remek az információ, jók a súgók. Igen, ez valóban így van, most már 25. éve a légierőnél szolgálok, nem mint vadászpilóta, és nem mint első osztály bevetési pilóta, hanem a légierő zenekarban dolgozom és szolgálom már 25 éve. Akkor téged el kell kérni a honvédségtől, hogyha mondjuk jössz hozzánk fellépni, vagy hogy egyeztethető össze ez a két dolog egymással? Amennyiben egyenruhás fellépésről van szó, akkor természetesen parancsnoki, illetve minisztériumi engedély kell hozzá, civilben, tehát kulturális céllal pontosan, tehát ahogy így ülök, amit jelentem, nem így szoktam strandra járni, viszont ez az image-hez hozzátartozik, tehát civilben nem szükséges kulturális céllal engedélyt kérni pontosan. Mikor láthat titeket legközelebb a közönség, mire készültök most? A Louis Armstrong show műsor egy nagyszabású turnéra indul az ősszel, egy 8 állomásos turnéra indul az ősszel, de előtte augusztusban lesznek nagyobb fellépések, Alsóörsön augusztus 16-án egy ikonnal, Magyarország Dixieland és Swing ikonjával, Benkó Sándorral, aki a show műsorunk vendége lesz, egy nagy autentikus Dixieland banddel, augusztus 5-én Balatonkenesén, illetve szeptember 6-án Várpalotán, ahova szintén hívtam egy nagyon kedves vendéget, Szolnoki Péter barátomat, de az augusztus 16-ai az valóban az alsóörsi rendezvény, az egy fantasztikus, fantasztikus show műsor lesz, és hát természetesen Benkó Sándor emeli az színvonalát. Hát nagyon szépen köszönjük, én most átadom a szót Szújó Zoltánnak és Szántó Gábornak, mert elindul a Balaton átúszás.